Na, szia chat! Üdv, Csumi mindenkinek! Folytatjuk a karriermódos sztorit, csak így be akartam köszönni, mielőtt megint jönni fog egy ilyen több részes kis valami. Köszi szépen mindenkinek a visszajelzéseket ezzel a sorival kapcsolatban. Tudom, hogy kevesebb impulz van rá, mint mondjuk egy, nem tudom, openingre, vagy draftra, vagy bármire, ami ugye ilyen fölkapott úgymond itt nálam, de tudom, hogy nagyon sokan így kajakozban nézitek, meg ilyen kis háttérzajos anyag ez, úgyhogy hát jó étvágyat annak, aki most kajál, meg csak beüt kicsit pihizni, úgyhogy folytatjuk TJ-nek a sztoriát, és remélhetőleg, hogy ebben a pár részben, amire most van időm, és így egybe fölveszek mindent, amennyit tudok, meg amennyi time-om van, eljutunk akár a végéig, már hogy magának a szezonnak a végéig, és tudunk menni az Arsenalba esetleg, de majd úgyis meglátjuk. Na, let's go. Hát amúgy gólokat kéne még rúgni, sokat, meg outside-ot is kéne rúgni, ebből csak 5 van. Nagyon sok gólt kéne rúgni, chat. És hogy állunk? 16-os döntő bazag a Coppa Italiában, na várj már egy kicsit. Torino, Pisa mondjuk, az talán nagyon nem lesz vészes, a Róma is van benne, meg az Inter is benne van. Hát akkor ismételten egy fontos mérkőzés fog következni, ahogy látom. Mondjuk full brigáddal jövünk. Jó, hát akkor ez a Kingo, figyelj. No, complete two passes. Jelenjünk rá a ratingre. No, kis havas meg minden. Ugye van egy olyan alternatív quest, amit itt pont néztem videózás előtt. Nem tudjuk átvenni. Hogy meg kell nyerni az aranylabdát. Tehát van egy olyan objektív is. Várj, én RV-t játszok, bro. Hát ezt nagyon csínybe kaptuk kicsit. Szabadrúgás. Egy nagyon-nagyon jó helyről. Nem tudom, innen képesek vagyunk-e bebaszni. Aj, így fejbe rögjük a Gattuzót. Gattuzó, úgy nézett ki, mint a Gattuzó. Azt hiszem, hogy jó lett. A lövés pedig nem jó, sajnos. Pedig ez outside goal lett volna, hogyha berúgjuk. Megint szabadrugás, ez kicsit még messze van. Itt van a Konáté picibe, ha jól látom. Azt mindjárt visszakapom. Hát sajnos nem tudom máshogy megoldani ezt. Az pedig jó lett volna. Az jó lövé... Az nincs meg. Vezet a szamp, az baj. Az nagyon nagy baj, viszont egy kontrát viszont lehetne folytatni. Blyce Mendes kilő. És TJ mekkorát rúg! Leendült a balos, azt a terem buráját neki! Mekkora gólt vertünk, jó ég. Mondjuk, ha jól emlékszem, múltkor mondtátok a kamerát, amúgy mindig, de semmit nem változtattam a kamerán, úgyhogy furcsa, hogy így a tizedik részre találták meg az emberek, hogy milyen furcsa kameraállás. Úgyhogy kóba volt eddig? De lehet, hogy igazából átmehetünk felem tele broadcastre, tehát én vagyok rá. Az a fókusz volt a baj. Na egy-egy. Kicsit, hogyha többet látnék. És most kell egy kicsit nagyobbat. A Bryce Mendez megint óriási labdát ad. Éles a szög, és nem is tudjuk sajnos belőni. De kár érte. Egy-egy van még mindig. Nagyjából az utolsót. Az a baj, hogy nem rúgom be, szerintem a Sampdoria gólt fog rúgni. Lobotka, jó csinálod. Politano! Politano! Semmi közünk nem volt hozzá! De nem is baj! Mert megvan a win. Jó van. Jó van. Politano. És az én gólommal sikerült nyerni. Ott a Róma nem tudom mit játszott az X után. Kikapott a Róma a Leccsétől. Wow! Az Inter továbbment. A Torino is továbbment, úgyhogy reméljük, hogy nem az Intert kapjuk a legjobb 8 között, hanem mondjuk tudnánk körülni. No, azt mondja, hogy a bajnokságban úgy állunk, hogy 2 darab ponttal vagyunk lemaradva, 2 egységgel, hogy pontosítsunk.
a Rómától, az Inter 4-jel tőlünk, a Milán 5-tel, és pont a Milán ellen játszik, akkor ez meg egy fontos meccs lesz. A Rómát még simán be lehetne érni. Szerinte. Hopp, deadline day! Aja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 j
igazolni, a fejemtől nagyjából még láttátok is. Mi nem akarunk igazolni valakit? Vagy esetleg ott ilyen loan igazolások, ott egy Diogo Costa Juventus, egy John Stones és Antó megy a Lipcsébe. Hát jó, átalakulnak itt a dolgok. Az André Santos végül a Chelsea-ből hozzánk igazol. Who the fuck is this guy? A Pascal Gross Osasunába fog menni a izék alapján? Csak nem. Casemiro jön Bergamóba. Jól van. Level up-ra elég? Nem. A level up viszont a következő match day után fog biztosan megtörténni, és akkor nagyjából ez a kezdő szerintem, hogy a full, amit most láttak, ugye, amikor mindenki egészséges, nincsen senki válogatott szüneten, meg ilyenek. Egész jó ez a Napoli, tehát azt kell mondjam, a közepe is, a védelem is, szerintem ez egy egészen stabil kis brigád. Elmondom, ettől függetlenül kurvára lennék, hogyha jövőre az Arsenalba köthetnénk ki, de hát rá kéne menni a távoli gólokra. Ja, vezet a Milan, és már a 76. percnél tartunk. Hát az kurva jó, hogy kettő támadásunk volt. Rice Mendez viszont óriási labdát oszt. Én pedig sajnos nem. No way. Nem tudunk beadni. Fuck, kikaptunk egy nullára. Hát nem sok helyzetünk volt. Maradjunk annyiba. Nem volt túl sok szituációnk. Mondjuk lehet, hogy a bajnoki cím így nem nagyon kell neki örülni. Érkezik egy Empoli elleni sima kis, ugye megint 3 skillpont. Nem tudnak egy kicsit több skillpontot kapni, mint 3, basszuska. Hát az Empolit chat mindenféleképpen nyerni kéne, meg kéne tenni amúgy a finesszre, hogy tudjunk tekergetni távolról. És ott meg lehet húzni a szélen? Jaj! A lökő! Ez sajnos nem. Szólórán, vezet az Empoli. Nagy labdát kap a Kvaraskelia. És nem rögjébe a Kvaraskelia. Ismételten egy 1-0-ás vereség, back to back. Haj, lehet, hogy elbúcsúzhatunk a bajnokságtól. Ez a két vereség, ez most sajnos nagyon nem jött jól. Nyert a Róma is közben. Még nagyobb előnyön vannak sajnos. A dribblingünk amúgy jó. Ugye 5 skillen vagyunk, a shootingunk hát viszonylag jó, mondjuk annyira nem tudunk beadni. Nagyon rossz a wallink. Az biztos chat, hogy a következő évben át fogunk állni ezért. Csatárok leszünk a következő évben. Ez biztos. Wallizra rakunk, meg a finishingre is rakunk. Nincs csak pontunk, ugye? Copa Italia Juventus. A Juventus még benn volt. What? Ja, mert itt volt egy másik oldal, ezt nem is néztem, basszus. Hát tényleg, hát 16-os döntő volt, basszus, nem is izés. 8-as. Hát akik itt még sokan benn vannak. Juventus kapunk? Uha. Hát azt ennek annyira nem örülök. Az a Juventus most az annyira nem szar. Mindenki egészséges, kicsit fáradtam, bár de csapatként játsszuk le ezt a meccset most. Copa Italia, gyerekek. Legjobb 8. A fosi. Elférsz? És belevetődik a gép, keci. Jaj, de adom. Az is rossz. Az egy kicsit magasnak tűnik. Az egy jó gép. Akkor az jó gép. Nice, G. Okés. Köszi. Szólórán. És nem volt les. Wow. Osimen. Meglepődtem volna, hogyha ezt Osika nem üti be. Mennyi Kantor Mátyás! Ah, jaj, sok. Nem jó sajnos ez. Anyád faszát. A győztes gólig. Dir! Így is van! Ex baba! Ezt meg kell már csak fogni! Meret! Ó, de bazd meg, nem találjuk az irányt. Kvaraskelia.
Kváris Kelijászki! Fú, 11-esekkel agyonvertük a Juventust, hála a jó Istennek. Kikapott az Inter, de tovább jött a Milán. Okay. Milántól kikaptunk ugye pár meccsel ezelőtt, szóval akkor annyira nem örülök, hogy azok jönnek. Interjú, 100 000 font. Okay. Jön a Torino ellen egy mérkőzés, és utána Európa Liga. Ugye viszont az már oda-visszavágós. Mindenképpen kéne a pont, hogy legalább a BL-t meghúzzuk. Na? Az baj. Az szép. Ja, értem, hogy te ekkora Gótrux. Vlasic. Olyan. Hát megint egy 1-0-ás veresség, képtelenek passzolni a játékosok. 3 centimétert. A Vlasic meg konkrétan akkora gólt baszott, amekkorát a Vlasic való életében soha nem fog. De hát megint egy 1-0-ás lúz, megint ezzel megyünk bele egy, hát sajnos egy fontos meccsbe, mert azért ott talán a Gladbach ellen leszünk, hogyha jól láttam. Nem, ez a Mainz, ugye? Így van. És ugye itt ez úgy néz ki, hogy ez már ugye nem a... Igen, ez már a kieső sztori, hát itt is azért vannak jó csapatok. Én már nem egy BL, de azért vannak jó csapatok.